Bugán Lili, a karcagi Nagykun református általános iskola végzőse, sok szép eredményt ért el, mind a táncversenyeken, mind tantárgyi versenyeken. Bugán Lili az iskolában főleg tanulmányi versenyeken remekelt. Matematikai versenyeken és helytörténeti pályázatokról hozott oklevelet. Az iskolában főleg tanulmányi versenyekre mentem, matematika versenyekre arra nagyon sokat jártam. Hát voltak is szép eredményei. Meg helytörténeti pályázatokra jártam az iskolából. A táncot azt nem az iskola által kaptam, viszont az egy debreceni művészeti iskola segített ebben, hogy elérjem, ahol most vagyok. A táncot egy debreceni művészeti iskolában tanulja jelenleg is. Folytatja ősszel is, hiszen Debrecenbe a Tóth Árpád gimnáziumba megy tovább angol szakra. Én ősszel Debrecenbe a Tóth Árpád gimnáziumba megyek tovább angol szakra, mivel nagyon fontosnak tartom azt, hogy minél több nyelven tudjak. Viszont azt még pontosan nem tudom, mi szeretnék lenni a jövőben, csak azt, hogy szeretnék a tánccal foglalkozni. A jövőben a sporttánccal is szeretne többet foglalkozni. Már eddig is háromszor volt világbajnokságon. Tavaly Horvátországban csoportos táncokkal második helyezést értek el, amit a tanárának is köszön, hiszen sokat foglalkozik vele. Én sporttáncolok Debrecenben az Abigail Művészeti Iskolának az Attitude Sporttánc Egyesületébe. Ezáltal nagyon sok helyre eljutottam. Köztük háromszor voltam világbajnokságon. A tavaly sikerült a legjobban, tavaly Horvátországban Pulán voltam, és a csoportos táncunkkal második helyezést értünk el. Hát a világbajnokság nagyon-nagyon-nagyon jó volt, én ezt nagyon-nagyon élveztem, viszont hát nagyon sokat kellett előtte gyakorolni, de szerintem megérte, meg akivel csapattal elértük ezt a második helyezést, azok nagyon jó barátnőim, szóval érdemes volt idáig eljutni. Nagyon-nagyon sok barátom lett a tánc által, és megismertem egy nagyon-nagyon tehetséges tánctanárt, Valla Jenikő, nívódíjas tánctanár, és ő az én tanárom, és nagyon felnézek rá. Szeret táncolni, és nagyon jó érzés felállni a dobogóra, ha valahol jól teljesít, bár az eredmények mögött sok-sok gyakorlás is van. Úgy véli, egyéniben könnyebb versenyezni, mert ott csak magára figyel, míg csapatokban a többiekre is kell. A nehézség az, hogy ahhoz, hogy egy tánctökéletes legyen, nagyon-nagyon sokat kell gyakorolni, és nagyon szorgalmasnak kell lenni. Viszont én ezt nagyon szeretem csinálni, és nagyon jó érzés felállni a dobogóra, ha valahol szépen teljesítek, szóval szerintem ez a szépsége. Heti 3 edzés van. Viszont mivel ugye ez nem karcagon van, hanem Debrecenben csak kétszer tudok bejárni, de én ezt is elégnek érzem, hiszen itthon is nagyon-nagyon sokat szoktam gyakorolni. Most az otthon tanulásban számíthatott rá húga is, akivel nagyon jó testvérek. Sokat játszanak együtt, olvasnak, filmeket néznek. S bár ő művészibb, zenél, de voltak együtt vers és mesemondó versenyeken is. Lilinek hiányoztak az elmúlt hónapokban osztálytársai, barátnői. A 8. osztálykirándulás örök emlék maradt számára. Nagyon-nagyon sok jó emlék van, de az osztálykirándulások nagyon-nagyon jók voltak, főleg a mostani utolsó 8. De nagyon sok jó élményem van így az osztályjal. Szerette a matematika tehetséggondozó órákat, szívesen emlékszik vissza a refis évekre.